Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió keddi híradóját látják, nézzük fontosabb híreinket röviden. Jubileum újranyitásának 30. évfordulóját ünnepelte a Perkovács Ház. Csendes főhajtás az 1944. december 6-ai bombázás áldozataira emlékeztek. Jólupukki Sopronban több ezren látogatták meg az igazi Finn Mikulást. A kormány döntése alapján a diákhitelekre is kiterjesztik a kamatstoppot. A diákhitel egy változatlanul 4,99%-os kamattal lesz elérhető 2023. januárjától. A képzési hitelt és a diákhitel kettőt pedig továbbra is kamatmentesen vehetik fel a felsőoktatásban tanulók, jelentette be a gazdaságfejlesztési miniszter a kormány Facebook oldalán kedden. Nagy Márton kiemelte, hogy a kormány már 12 intézkedéssel védi a lakosságot és a vállalkozásokat az inflációval és a brüsszeli szankciók negatív hatásaival szemben. 1944. december 6-án sújtotta Sopront az első hatalmas ember és anyagi áldozatokat követelő bombatámadás. Kedden délelőtt a Deák téri II. Világháborús emlékműnél Sopron önkormányzata nevében dr. Farkas Ciprián polgármester, dr. Simon István és Csiszár Szabolcs alpolgármesterek, valamint dr. Brummer Krisztián polgármesteri irodavezető koszorúzással és néma főhajtással rótta le tiszteletét az áldozatok emléke előtt. A Soproni Egyetem részéről dr. ifjabb Sarkadi Sándor történész, tudományos kutató emlékezett meg a bombatámadás áldozatairól. Pontosan 78 évvel ezelőtt az amerikai 15. légi hadsereg váratlan támadást indított Sopron ellen. A 454, 49-es és 98-as egységek támadták meg a várost. 78 bombázó támadott, és Sopron kétharmadára nem lehetett ráismerni. A lakosság között százával szedte az áldozatokat ez az első légitámadás, amit még 4 követett az amerikaiak részéről. 30 évvel ezelőtt, 1992. december 6-án nyílt meg újra a Perkovács Ház. A jubileumi évfordulót vasárnap délután ünnepelték, aminek kapcsán újra megjelentették Vári Rezső, a Rittmeister család című regényét, és a ház koktélját, a Mopsit a nagy közönség számára is elérhetővé tették. Újranyitásának 30. évfordulóját egy különleges programmal ünnepelte a Perkovács Ház. A Daruka teremben tartott rendezvényen a résztvevők felidézték az elmúlt 30 évet, annak minden különlegességével. Perkovács Tamás tulajdonos elmondta, igazi közösség az övék. A Jóisten adomány, hogy ezt a 30 évet megélhettük, és hála a barátainknak, hála a munkatársainknak, hála a vendégeinknek, akik körülvesznek bennünket. Ennek köszönhetjük, hogy létezünk, hogyha itt körülnéznek, akkor láthatják, hogy mennyien megtiszteltek bennünket, és eljöttek az évfordulóra, és el kell mondanom, hogy délelőtt meg a baráti körünk tagjaival szintén kocintottunk erre a jubileumi évfordulóra. A jubileumi ünnepségen köszöntötte az egybegyűlteket Horváth Vilmos, a Sopron megyei jogú város kereskedelmi és iparkamarájának elnöke, valamint dr. Farkas Ciprián. Sopron polgármestere kiemelte, a város életében jelentős szerepet tölt be a Perkovács Ház. A Perkovács Ház Sopronban minden túlzás nélkül állíthatóan egy olyan központi hely, a nagy találkozások és nagy kiindulások helyszínévé vált az elmúlt 30 esztendőben. A közösség és civil élet egyik szervező ereje is itt működik, a Perkovács Ház baráti kör. Több mint vendéglő, intézmény, én úgy hiszem, a Perkovács Ház Sopronban. A szülőföldhöz való hűség, annak szeretete, a soproniság tudat egyik igazi nagy központja, és mint ilyen nagyon fontos tényezője a városnak, egy igazi lelképítő kockája a Sopron város közösségének, úgyhogy még 30 boldog esztendőt legalább kívánunk Tamásnak és a Perkovács Ház baráti körének, de meg a Perkovács vendéglőnek is. A jeles ünnepre több különlegességgel is készültek. Az érdeklődők megvásárolhatták Vári Rezső újra kiadott regényét, a Rittmeister családot, valamint megkóstolhatták a Mopsit, a Perkovács Ház kultikus italát is. A Jereván lakótelepen található óvodákba is ellátogatott a Mikulás. A gyerekek izgatottan várták, hogy mit hoz a puttonyában a nagyszakállú. A fenntartó soproni önkormányzat és a Jereván lakótelepi település részi önkormányzat a sok éves hagyománynak megfelelően Szent Miklós napján ajándékokat vitt az óvodavezetőknek. Izgalom járta át a Trefortéri óvoda csoportszobáját a Mikulás érkezésekor. A csillogó szemű óvodások figyelték a Mikulás minden szavát, aki kikérdezte a gyerekeket, hogyan viselkedtek az elmúlt évben.
fenntartó Sopron megyei jogú város önkormányzat és természetesen a Jereván település részi önkormányzat minden ünnepekkor minden közösségére figyel a Jerevánon. Az óvisokkal közösen több programunk is van az évek során, mindig számíthatunk az óvodák együtt meg közreműködésében a köztéri közösségi rendezvényeken. A részönkormányzat a területén működő egyesületekkel, civil szervezetekkel, intézményekkel az egész év során együttműködik és közösen szerveznek rendezvényeket. Megnyílt a hagyományos adventi tárlat és megjelent a Soproni Füzetek 2022-es kiadványa. Vasárnap nyitották meg a Soproni Képzőművészeti Társaság évzáró kiállítását, amelyen hagyományosan a kötetet is bemutatták. Advent második vasárnapján a Munkácsi teremben gyülekeztek a kultúrapártolók, hogy fellapozzák a Soproni Füzetek idei kiadványát, és megtekintsék a kiállított képzőművészeti alkotásokat. A Kulturális Egyesületek és Baráti Körök Szövetségének elnöke, Hegyi Ferenc elmondta, nagyon nagy öröm, hogy idén ismét meg tudták rendezni a tárlatot és a bemutatót. Zentai László, a Soproni Füzetek főszerkesztője hangsúlyozta, a megnyitó a testvérmúzsák találkozásáról szólt. Legelőször ezt Bősze Balázs vezette be, Néhai Bősze Balázs költőíró barátom, azóta mindig együtt van a rendezvény. Óriási jelentősége van, hiszen mindig advent második vasárnapján, és ebben a gyönyörű szép munkási teremben. A Soproni Képzőművészeti Társaság kiállításán rengeteg stíluson és önálló gondolaton keresztül dolgozták fel az adventi tematikát. Idén még kibővül azzal, hogy pontosan a Soproni Képzőművészeti Kör 125 évvel ezelőtt, 1897-ben tartotta az első kiállítását december 5-én. És ez egy ilyen jubileumi kiállítás is egyben, és azon kívül, hogy az advent és az ünnepről szól ez a kiállítás, egyben a nagy elődökről, tehát Sopron ismert 20. századi festőiről, éremművészeiről is szól, az ő munkáikat is bemutatjuk. A rendezvényen köszöntőt mondott dr. Farkas Ciprián. Sopron polgármestere gratulált a kiállítóknak az alkotásokhoz, és az adventi tárlat hagyományát is méltatta. Ez egy tipikusan soproni hagyomány. Most már második esztendeje ad neki otthont a Munkácsi terem, és nagyon magas szintű képzőművészeti alkotások tekinthetők meg, és itt a képzőművészet ad randevút egymásnak az irodalommal, hiszen soproni szerzők művei is olvashatók a Soproni Füzetekben. Az adventi tárlat 41 alkotó 86 műalkotását vonultatja fel. A kiállítás december 18-áig naponta 10, 12 és 14, 17 óra között tekinthető meg. Szokolai Sándor zeneszerzőre emlékeznek halála 9. évfordulóján. A Hunyadi János Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében december 8-án 14 órakor az evangélikus temetőben a nyughelyénél tartanak közös gyertyagyújtást, majd 17 órakor a Szent Margit templomban a Művészeti Iskola tanulóinak első adventi hangversenyén is ráemlékeznek, ahol felszólal Szokolai Orsolya, a zeneszerző lánya. Aki őt ismerte személyesen, de aki nem ismerte, csak szeretne tisztelegni az ő élete, munkássága előtt, mindenkinek lehetősége van arra, hogy ezen a eseményen megtegye. Mi ezt szeretnénk egy hagyományt teremteni ezzel, hogy minden évben ilyenkor kilátogatunk az ő sírhelyéhez. Egy közös gyertyagyújtásra, ahol azért föl fog csendülni evangélikus ének, illetve egy őneki egy műve. Sopronba érkezett az igazi finn Mikulás. Magyarország legnagyobb karácsonyfadíszgyártó manufaktúrájának meghívására jött Joulu Pukki, és egészen december 6-áig várta az érdeklődő gyerekeket a jánostelepi Christmas Village-be. Van, aki több száz kilométert utazott, hogy találkozzon az igazi finn Mikulással, aki Sopronban vendégeskedett. Baranya megyéből érkeztünk, Királyegyházáról, ez Pécs mellett van. Facebookon találkoztunk a hirdetésen, hogy hát itt lesz a Mikulás, az igazi Mikulás, úgyhogy nagyon örültünk neki, és nem volt kérdés, hogy jövünk. A Vracskó család meghívására érkezett a nagyszakállú Sopronba, a magyar gyerekek legnagyobb örömére.
Ennek személyes indítatása volt. Idén márciusban elmentünk Finnországba, ahol összebarátkoztunk a Mikulással. Mikor meghallotta, hogy mivel foglalkozunk, sőt, vittünk neki ajándékot is, egy saját általunk készített karácsonyfadíszt, akkor olyan jó viszonyba kerültünk, hogy ő is meghívott magához, meg mi is meghívtuk magunkhoz, amit szerencsére elfogadott. A Christmas Village-ben egész évben karácsonyi hangulat van, hisz a világ minden tájára készítenek karácsonyi üvegdíszeket, de idén Jolopuki érkezésével még különlegesebb lett az ünnep. Hosszú sorokban álltak az emberek, hogy találkozhassanak a télapóval, akinek mindenkihez volt egy-két kedves gondolata. Mindenki, aki szeretne, szeretettel várjuk, hát egy kicsit sokat kell várni a nagy érdeklődésre való tekintettel. A Mikulás mindenkit szeretettel várt december 6-áig a Jánostelepi Christmas Village-be. Ködös borongós napok elé nézünk, az időjárásról bővebben híradónk után hallhatnak. Ezután Mozaik című műsorunk következik, amelynek vendége Incédi Gergely, a SMAFC szektorlabda szakosztály vezetője lesz, majd a Közért című magazint láthatják. Kedves nézőink, a Sopron Televízió keddi híradóját látták. Műsorainkat és további híreinket keressék a sopronmedia.hu oldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szerda reggelre sokfelé képződik pára, köd, majd napközben borongósabb és naposabb tájak válthatják egymást. Hajnalban többfelé lehet gyenge fagy, napközben pedig 4 és 8 fok között alakulnak a maximumok. Csütörtökön sok felhő lesz az égen, helyenként gyenge eső, esetleg havas eső is kialakulhat, a magasabb tájakon átmenetileg kisebb havazás sem kizárt. Nem lesz jelentős a légmozgás. Napközben 1 és 6 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet. A hétvégén erőteljes melegedés veszi kezdetét, pénteken és szombaton sokfelé csapadékos, szeles időre van kilátás.